Üdvözlöm az arcképmás nézőit! Fornosi D. Júlia vagyok. Szalókán vagyunk. Mai beszélgető partnerem Bátori József, a Kárpátaljai Megyei Tanács KMKS frakciójának képviselője, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka. Nevéhez számos gazdasági, szociális és kulturális fejlesztés köthető. Iskolák, óvodák, felcserszülészeti központok megépítése és felújítása. Munkásságát Magyar Bronzérdem kereszttel tüntették ki, és Ung megye tiszteletbeli polgára is lett. Ma őt ismerjük meg közelebbről. Itt ülünk a szomszéd szülőfalu mellett, ugye Eszenyben született. Meséljen arról a vadregényes tájról, hogy milyen volt a gyerekkor. Nagyon jó visszaemlék ez az embernek a gyerekkorára. Ugye 1958. január 3-án láttam meg a napvilágot. A közigazgatásilag Eszenyhez tartozó Tisza Zsilipi tanyán. Mivel édesapám Gátér úr 46 esztendég, és az volt a szolgálati helye, és ott laktunk. Az első 4 osztályt azt Eszenybe végeztem, akkor és utána a szüleik úgy döntöttek, hogy korhoz igazodva megkezdtem tanulmányom, hogy Csapon az egyes számú orosz nyelvű középiskolában. A gyermekkorom az teletöltve minden jó, a természeti javakkal telt, mivel ott voltunk, ugye körbe rajtunk, nem voltak lakóházak, egy szomszédunk volt, az is a gátnak a másik oldalán lakott egy völgyszerűségbe. Amikor kijöttek, vagy mi átmentünk, így szomszéd látogatásra találkoztunk, ők amúgy ruszinok voltak, úgyhogy már 6 éves koromban én ruszinul úgy beszéltem majdnem, mint anyanyelven a magyarul. És 3 fiú testvére volt. Igen, 3 volt. Volt egy 51-es születésű, 52-es születésű bátyám, mind a kettő sajnos már elhalálozott, és volt egy 54-es születésű, akit sajnos nem ismerhettem, mivel 3 éves korában himlőbe elhalálozottak. Abban az időben nagyon nehezen kezelték a himlőt, és nem volt rá gyógyszer sajnos. Így 58-ban 4. fiúként én születtem a családba, nagy család, és hál' Istennek, hogy családban születtem, mivel úgymond fiúként megkaptam azt a kiképzést a bátyáimtól, amit kellett, ugye megoltak azok a salgerek. Sokszor emlegették, hogy hát engem a bizonyos talicskába tologtak, amivel egyebet is tologtak. Az volt az akkori játékszer, de én most is tudnám ajánlani gyerekeknek, hogy hát bizony ezt meg kellene próbálni. Jószágtartással foglalkoztunk mindenek mellett, úgyhogy ne volt tőlem távol a tehén, a libák, a tyúkok, szóval minden, ami létező háziállatban, minden volt ott, volt rá lehetőség. Nagyon áldom azt az időszakot, mivel ugye az iskolából azért délután, hát én voltam a legkisebb fiú, rá volt bizatva a teheneknek az őrzése. Kihajtani ugyebár oda valahol gárnak egy részére, és akkor legeltetni. És akkor én sokat olvastam. Nagyon sokat olvastam, demokrácia hozta új információk Trianonról, második világháború, első világháború történése, vagy még korábbiak, számomra nem voltak már újak. És ajánlanám most is sok fiatalnak, hogy hát inkább olvasson, mint az internetet böngésze. Nagyon jó az internet, én is használom, de azért azok a könyvek, amik a 20. század elején voltak kinyomtatva, azokat elolvasgatni, hát az egy nagyon felemelő érzés. Most sem állhatna távol egy fiatal gyerektől a tehénőrzés, vagy bármi ilyesmi. Mi az, ami ennyire megváltoztatott bennünket? Nem kell mindent a globalizáció, meg a mai kor követelményére fogni, mivel nagyon sokan kényelmesek tartják, azt inkább megveszem azt az 1-2 liter tejet, vagy tejfelt, vagy turaut. Mivel nagyon nehéz ugye a tehénet ellátni, akinek van tehénje, az tudja, hogy se szombatja, se vasárnapja, se ünnepnapja nincs. Jószággal foglalkozni kell, na de ha nem lesznek jószág, hol fogja venni a tejet? Ugyanazt mondom arra is, mikor felkerül, hogy milyen nagy itt a kivándorlás. Mindenki nem mehet-e, valakinek csak maradni kell, illik maradni. Talán a szülőknek a mentalitásán, a gondolkodásán kellene egy picit fordítani, hogy visszatérni a gyökerekhez. Milyen jó az az egészséges étel, amit a kertből felhozunk. Folytassuk egy picit, ahol abba hagytuk, Csap után. 75-ben befejeztem a csapi középiskolát, volt egy sikertelen felvételi az Ungvári Áramegyetem angol szakára.
angolul mondhatnám, azt anyanyelv szinten beszéltem, bíztam hozzá, hogy bejutok, sikeresen le is adtam a felvételi vizsgákat, csak az elsőn egy picit meghúztak. Négyes lett a fogalma, az orosz nyelvi fogalmazás. Az elemzésem, azt mondta a tanár, ez nem probléma, bekerült egy kifejezés, azt mondta, hogy ukrajinizm, hogy ukrán nyelv kifejezés került bele a fogalmazásomba az orosz nyelvűbe. De azt mondja, ez nem gond, mivel otthon ukránul beszélünk, azt mondja, ez elő szokott fordulni. És akkor mondom neki, hogy bocsika, én otthon nem beszélek ukránul, hát ki vagyok én? Mondtam, hogy ki magyar. Hát, nagy szemek, de már akkor a négyes be volt írva. És utána egy automatikusan minden vizsgán négyes lett. Még azon esztendő 75 szeptemberében beálltam a Munkácsi hosszú nevű vízgazdálkodási hivatalba, mint szerelői dolgozni, ahol dolgoztam 1994 kisebb megszakítással, kisebb kitérővel, ami a katonaságot jelentette 76-78-ig Leningrádban, Szentpétervár szomszédságába, illetve egy másfél évig az eszenyi kocsi átrakodó állomáson dolgoztam, mint villanyszerelő. Közben elvégeztem a Szolvai Politechnikumot, és 90-ben meghívást kaptam a helyi gazdaságba, mint fő villanyszerelő, energetikus, ahol 10 évet dolgoztam a helyi kolhoz TSZ felbomlásáig. Ehhez a felbomláshoz sokszor szoktam emlegetni, annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy sajnálom. Mit sajnálok benne? Nem a sajnálom, hogy hát az embereknek visszaadták azt, amit erővel elkoboztak tőlük. Azt sajnálom, hogy megszűntek velük az emberi kapcsolatok. Engem nagyon érdekel ez a sikertelen felvételi. Az érdekel benne, hogy nem törte meg. Hogy tudta, hogy képes rá, tudta, hogy meg tudja csinálni, tudta, hogy megvan minden alapja hozzá, hogy meglegyen, és mégis a rendszer, a politikai helyzet, vagy bármi egyéb, ami nem engedte azt, hogy ez sikerüljön, és hogy nem törte meg. Mondjam, hogy ezt a szülői nevelésnek, meg a két bátyám Schallerének köszönhetem. Hát hannak, akkor igen, mondja. És többek között azoknak is, ugye, mivel hívő családba születtem, és hívő családba is nősültem, ugye nem tört meg, mivel sikerült elhelyezkedni munkába, de mondom, a továbbtanulás lehetőség az mindig is hajtott, és így sikerült elvégeznem a Szolvai Politechnikumot a 80-as évek. Na, de azt is mondta, hogy következő évben akart menni felvételezni. Igen, következő évben akart menni felvételezni, de hát ugye, mivel januári vagyok, így májusban elvitte katonának, és így a júliusi, augusztusi felvételektől már elestem. Képp próbáltam kérni halasztást, de abban az időben nagyon-nagyon meg kellett motiválni azt a dolgot. Mindenféleképpen, hogy hát az ember itthon maradhasson, de én szüleimnek nem engedtem ezt, tehát lesz, ami lesz. És milyenek voltak a katona évek, arról mindig izgalmas történeteket hallani. Már nem is fogunk sokat hallani, mert már jó pár éve kimúlt ez a rendszer. Én nagyon sok fiatalra tudnám mai világban ajánlani, hogy hát olyan katona éveket töltsön le, mint akár én is. Fegyelem volt, rend. Kellemesen emlékszem vissza a katonaikra, kiváltképpen annak a két esztendőnek a végére, amikor hazajöttem. Illetve a hatásaira. Igen, mert hatásai. Közben voltam szabadságon is, mert kiválóan szolgáltam, jó katona voltam, szófogadó. A tűzoltóságnak, a helyi tűzoltóságnak voltam a parancsnoka, valamint a rádió és telefonos hálózatnak a felügyelete volt rám bízva bent a katonai táborba. Ha hazajöttem, leszerelés után újra munkába kellett állni, ugye akkor nem lehetett két-három naptól többet lébecolni, hanem egyből munka, és akkor 80-ban pedig megházasodtam. Most augusztus 23-án lesz 40 éve. Feleségemmel együtt vagyunk, két szép gyermekemmel. Ehhez gratulálok. Már akkor jött a holland segélyszervezet? A 90-es évek végén, a 2000-es évek elején presbiter lettem. Apósom az volt, és abban az időben helyi presbiterek úgymond apától örökölték a presbiterséget, és mi apósomnak két lánya volt. Így én rám, mint az idősebbik vőre esett a helyi presbiterium választása, hogy felkérjenek a presbiteri tisztség elvállalására. És kellett egy olyan presbiter, vagy egy olyan valaki a Dorkász Alapítványhoz, Szürtei Központtal, aki egyház közeli, aki nyelveket tud, és itt jött jól, hogy visszajött az angol nyelvtudásom.
ismerettsége is van, ugye ebben az ország nagyon fontos az, hogy kapcsolatai legyenek az embereknek, és mozgékony legyen. Hát ez, Isten úgy adta, hogy nálam ez minden megvolt. Így elvállaltam a Dorkász Segélyszervezet fejlesztési projekteinek a koordinálását, amit nyugdíjba vonulásom, amit végeztem. Rendelők felújítása, cigányoktatás felügyelete, kutfúrások, szóval nagyon sok. Az első projekt az a helyi Dorkásznak kellett építeni egy raktárhelyiséget, aztán pedig 2001-ben Zsornaván, Malomréten a Bereznei járásba a Kárpátai Vöröskereszt ajánlására elvégeztünk egy nagyobb léptékű belső felújítást a helyi tüdő gondozóba, amit most sajnos bezárnak. Zsorna után már lejöttem inkább ide az Alföldre, az Ungvári járásba, Munkácsi, Beregszász is, sőt még a Nagyszörösi járásba is sikerült Akli-hegyen felújítanunk rendelőt. Úgyhogy a pályafutásom során ilyen, hát több mint 20 egészségügyi központot sikerült felújítanunk, felújítatnom, plusz nagyon sokat úgymond a személyes kapcsolataim alapján vagy után. Annak is örülök, mert az ember, amikor látta, hogy tudott valamivel segíteni, akkor az szinte hát szene volt a szívemnek, meg a fülemnek. Hát ehhez biztos kellett egy családi háttér. Elkezdődött egy igen tevékeny is, és számos szép sikereket elérő szociális, gazdasági, kulturális életet fellendítő tevékenység. Ugye részben érintettük már, hogy mennyi mindent sikerült megvalósítani. Ehhez egyrészt szerintem nyitottság is, és a közösség érdekeit fontosnak, vagyis megtartó erőként kezelő életszemlélet is fontos. Ez hogy alakult ki? Az ember élete folyán nagyon sok kihívással találkozik. Én is találkoztam sok kihívással, és hál' Istennek a legtöbbet sikerült magam elő úgymond eltüntetni. Szerintem nagyon sokat nyomott alatba az embernek a keresztényi alapja az, hogy szeress fel a barátodat, mint te magadat, és azt, ahogy Jakab apostol mondja levelébe, aki tehetné, a jót is nem cselekszi, azt bűne az annak. Sokszor így megfordul bennem, hogy hát jó lenne itt építeni egy iskolát. Jóisten küldött támogatót, és megépült az iskola. 2018-ban átadtuk. 2007-ben infarktus után itt voltam 4 hónapig, úgymond betegszabadságon, és sikerült megépíteni a helyi rendelőnek az alapját. És azt mondták, ez az ember hülye, hát mosolt a halált orkába, és akkor már egy szalaggály rendezkedik, építi a közösség számára a jövőt, maradandót alkossunk. És ez valahol engem örömmel töltött el, de mikor látott az ember egy kész objektumot, egy kész intézményt, vagy bármit, amivel tudja a helyi közösséget segíteni, támogatni, ez nekem nagyon nagy megelégedés volt. Legtöbbször az esetek 98%-ában az nyomta a lelkemet, hogy hát de meg tudom csinálni, akkor most minek szalasszam ezt a lehetőséget el? Minden hátsó anyagi vagy bármilyen szándék vagy eredményességnek. Az a fontos, hogy meglegyen, használt vegyék és az szolgálja a helyi közösséget. Megcsapta a fülemet, hiszen van rá lehetőség. Legtöbbször azt szoktuk emlegetni, hogy mert itt Kárpátalján egyrészt Ukrajnában nincs rá lehetőség, nincs semmire lehetőségünk, és ön most mégis azt mondja nekem, hogy hiszen van rá lehetőségem. Igen, látjuk a Nagy Dobronyi példát. Ugye a Magyarországi Alapítvány, a helyi alapítványon keresztül támogatja az aszfalt megvásárlását, a helyiek összefognak, és egy bizonyos utcakaszt a faluba leaszfaltoznak. Ugye összefogás kérése, mennyire nyitott ez a közösség, mennyire vannak még aktív emberek, akik úgymond hajlandók áldozni, és ezért a szabadidejükbe talán még a zsebbe is belenyúlni picit, mert ez szükséges, hanem más egy üdítő megívásáért fizetni,
de viszont áldozni kell. De hát én is haszonélvezője leszek előbb-utóbb. Hát azon az utcán én is fogok közlekedni, biztos fogok arra menni valamikor. Az embernek szinte jól esik, hogy na ezt bizony összefogással épült. Nem is úgy néznek arra az utra, nem is úgy becsülik meg. Az Ung megyei Református Egyház megye főgondnoka is. Miért fontos, hogy még ilyen tisztségeket is elvállaljon? 92-98-ig voltam falusi képviselő, és már még korábban lettem a református gyülekezet presbiterre. Lettem, mint mondottam, apósomtól örököltem ezt a szolgálatot, ezt a tisztséget, ami nagyon megtisztelő, igaz, az ember kap hideget, meleget néha, de hát ez vele jár. Krisztus szennyezetté értünk, halállal fizetett a bűneinkért, ennyit nekünk is illik eltűrni, elviselni. Aztán ugye három turnusban voltam járási kerülős megyei, és akkor közben 2006-ban már megszakítás nélkül folyam minden négy évben megválasztottak az Ung Református Egyházmegye főgondokává. Többször elmondtam már, hogy ott kell lennünk, ahol rólunk, felőlünk, a mi életünkről, sorsunkról, talán gyerekeink, unokáink sorsáról döntések születnek. Úgy a Református Egyháznál, úgy az állami úgymond intézményeknél. Ha nem is sikerül az akaratunkat érvényesíteni, legalább hallassuk szavunkat, legalább hívjuk fel a figyelmünket, és talán egy-két év múlva újra visszatérünk ahhoz a problémához, újra fel napirendre kerül, és akkor megoldást találunk. Bármi legyen az oktatás, egészségügy, bármilyen szférában a szociális életnek. Hogy fér bele az idejénbe? Hát ez egy jó kérdés, igyekszem beosztani. Ha nem, nincs a biztos háttér, nincs a család, akkor ezt a munkát így lehetetlen elvégezni. Nagyapáinktől tanultuk, hogy egy asszony a háznak a három sarkát tartja. A férfi az csak egy sarkát. A tisztségekhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy az Ungvári Járási Tanács képviselője a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 98-tól színeiben. 98-tól. Meg is kapta 5 évvel ezelőtt. Igen, az Ung megye tiszteletbeli polgára címet. Igen. Ez egyfajta visszaigazolás is lehet, hogy mások is értékesnek és hasznosnak tartják az ön munkáját? Igen, és ami örvendetes, nem csak magyar nemzetiségektől indult ez a kezdeményezés, hogy nekem 2015-ben odaítélték az Ungvári járás, vagy Ung megye díszpolgári címét, hanem ukránoktól, ruszinoktól, ők is ott lobbiztak a járásba. És az volt örvendetes tény, mikor a járási tanács közgyűlésén szavazni kellett a cím odaítéléséről. Az egyik kollega mellett volt 4 tartózkodás, ellenben az én címemért egy hangú volt a szavazás. Úgyhogy ez egy elismerés volt annak a tevékenységnek, amit úgymond itt a Ungvári Járásban is talán néha kijebb is sikerült elvégeznem. Mi ennek a titka? Hogyan tud úgy létezni ebben a közegben, hogy azt érzi az ember, és azt is látja, és azt is tapasztalja, és hallja, hogy emögött egy egyenes gerincű ember áll. Lehet, hogy úgy könnyebb a kérdésre válaszolni, hogy hogyan lehet ezt megtanítani? Hát a válasz a kérdésben keresendő, gerinc. Szóval, ha olyak vagyunk, ahogy mondta egy lelkipásztor barátom, hogy olyan gerincünk, mint a házatlan csigái, akkor bele se kell dolgokba fogni. Mert nagyon sok alkalommal szembesültem munkám során, hogy hát, mint a Szaharába oda kerültem, és itt kellett alkotni valamit. Na most hogy? Hogyha nem mentem úgy, mint egy bulldozer, nem érvényesítettem azokat az elveket, amit az alapítvány megfogalmazott, és én is helyesnek tartottam, vagy az egyház, vagy bármik szervezet, akkor bele se kezdjünk. Bele se kezdjünk, és nem kell külső jó indulatú tanácsadókra hallgatni, mert nem biztos, hogy mindig jót akarnak az embernek, sőt, és a családomnál ez a, úgymond az a fenomén, hogy hát a családom tagjai azok mind gerincesek, mi nem szoktunk színeket változtatni, mi nem szoktunk, most mondtam, hitet változtatni, vagy bármit, ahogy elindultunk, azon az úton megyünk. Hogyan tudjuk ezt megörökíteni? Hogyan tudjuk átadni? Hát bízom benne, hogy az a nevelés, és elég
maudian neveltük gyerekeinket, bennük van. Folytatják, ha nem is azon a szinten, ha nem is olyan nagy légtérben, de úgy végzik azt a munkát, azt a szolgálatot, ahogy tanítottuk az édesanyjukkal. Fiam 32 esztendős, nem távozott el külföldre, itthon megtalálta a számításait, a lányom is itthon dolgozik. Nagyon sok ilyen fiatal kellene, mint ők. Személyes példával, jó magaviselettel, tisztelettel az idősebbe és a másik iránt, már ez is egy, nem mondhatnám azt, hogy hőstett, de a mai világ, mai korban már ez is valami, én úgy tartom. Valamikor azt mondogatom, lehet, hogy egy cseppet durván hangzik, hogy a nadrágszíj és a vesző régen fel van találva, fájdalmas, de nagyon célra vezető. Úgyhogy a mai korban is a gyerekek fegyelmezése, jó útra terelése, szavúban is természetesen. Na most a Biblia is azt mondja, addig hajtsd azt a veszélyt, ameddig hajlik, aztán már nem fog hajolni, elpattan. És akkor mit értünk-e? Milyen lesz a jövőnk? Megütötte a fülemet a beszélgetés elején egy olyan mondata, hogy hát illik itthon maradni. Igen, hát illik itthon maradni. Mondottam, nem mindenki mehet el, és ha lemegyünk a temetőre, és a fejfákat végignézzük, akkor ott van ugye testvérem, ott van apám, nagyapám, ükkalanyapám, mit tudom én, ameddig vissza lehet vezetni. Ezek mind itt vannak eltemetve. Akkor se volt jó világ, de nem mentek el. Most ugye könnyebbek a lehetőségek, egyszerűbbek a dolgok, könnyebben lehet távozni, pedig ha nagyon sokan, akik itthon maradtak, és ha fektetnek be egy kis energiát, meg természetesen az anyagiakat is, megtalálják a megéletésnek a módját. Nem mondom egy olyan, mit tudom én, milyen nagy szinten, de az a mindennapi plusz egy pici fejlesztés, azt itt is össze lehet hozni. És ez a mi szülőföldünk. Lehet, hogy így magam is megfordult, a fiatalabb vettem elmenni, de nem biztos. Több, mint valószínű. 90-es évek elején, 91-ben a családommal áttelepülési meghívást kaptunk Mándok községbe, de én azt mondtam, köszönöm szépen, de nem élünk vele. Úgyhogy... Megbánta? Nem. Sokat beszélgettünk már, meg említettük a családot és az otthont. Az otthon és a család, a meg nyugvás, az jelenti? Hát elsősorban a család. Az ember tudja, hogy hát ha reggel elment, akkor van hová visszamenni. És vannak, akik várják, szeretettel várják, aggódva várják, mert ugye 2007-ben történt ez az infarktusom, azóta ha egy bizonyos ideig nem tudunk telefonon szót váltani, vagy a lányommal, vagy a fiammal, vagy a feleségemmel, akkor okvetlen kapok egy hívást, hol vagy, merre vagy, hogy hol van, apu, merre van, mit csinál. Mi az, ami kikapcsolja? Mi az, ami elfeledteti az összes problémát? Mert például most említette, hogy a templom felújítása miatt most nem alszik éjszakákat, és azon gondolkodik. De mi az, ami kikapcsolja ezt az egy folyamatos gondolkodást? Hát a következő problémának a megoldása. De komolyan. Ami itthon úgymond kikapcsolódása, tehát az a rokonok, akik már itthon maradtak, vagy barátok eljönnek, szomszédok, beszélgetünk, mikor már úgymond az embernek van egy pici kis ideje, és ez úgymond egy kicsit úgy elvesz az embernek a figyelmét azoktól a problémáktól, amelyik benne van, meg amelyek még várnak rá. Mi a következő nagy projekt? Hát, amit nagyon szeretnék. Hát ugye ez a templom felújítása, ez már most be fog fejeződni, a Jóisten segít. A kazettáknak a restaurálása az, ami még nem hagyja nyugodni a szívem csücskét, és bízom benne, hogy hát a jövő esztendőben ez is sikerül.
hogy ez a karantén, ez a vírus most mindent felborított, annyira tervezni se tudunk, a támogatók is félnek jönni, de nem csak nálunk, hanem más országot se szívesen látogatnak, úgyhogy olyan nagy tervek egyelőre nincsenek. Legfőképpen most azt fogalmazódik meg bennem, hogy egészség legyen, kitartás, és közösség, ahol még meg tudja mindezeket a dolgokat valósítani, meg még azokat is, amiket még nem tud, mert még a jó Isten tartogatja. Hát igen, 2007-ben, amikor infarktust kaptam, hát akkor az Úristen megkegyelmezett, és ha visszagondolok az elmúlt 13 esztendőre, hát nem akarok dicsekedni, de nagyon sokat sikerült csinálni, tenni közösségeknek, közösségek érdekébe, valahol a közösségnek a megmaradása is, mert ha nincsen egy normális orvosi ellátás, vagy nincsen egy óvoda, vagy egy iskola, vagy egy rendelő, bármi, hát az embereknek ez is ad egy ilyen impulzust, egy szikrát, hogy hát csak el kellene menni, hát ott minden jobb. Pedig nem biztos, hogy jobb. Természetesen, amit cselekszünk, azt nem magunk dicsőségére csináljuk, hanem a közösségünk javára, embereknek a javára is, Isten dicsőségére. Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Bátori József saját elmondása szerint nem a szavak embere. Igen, ő inkább a tetteké. Ezt bizonyítja a pályafutása során a számos sikeresen véghez vitt fejlesztés. Mindezek mögött egy olyan ember áll, aki szilárdan, hittel és meggyőződéssel képviseli és szolgálja a szűkebb és tágabb közössége érdekeit. Azt hiszem, ezúttal is sikerült egy újabb büszkeségünket bemutatni önöknek. Várjuk önöket a legközelebb is! A viszontlátásra!